Sziasztok! A mai videóban egy műszaki értelemben igen különleges dakot fogok nektek bemutatni. Bár nem ez az első ellenállás létrás daka csatornámon, hiszen a legutolsó videómban bemutatott Philips CD lejátszóban is egy ilyen topológiával rendelkező dakcsip található, bár az is igaz, hogy az csak 14 bitet tud dekódolni, amíg a ma bemutatásra kerülő Musician Audio cég Draco típusú dakja akár 24 bites PCM forrásokkal is megbirkózik, ráadásul a Philips-el ellentétben diszkrét alkatrészek van felépítve. Mérnöki szemmel nézve egy ilyen dak igazi műremek, már amennyiben a komplexitás gyönyörködtet. Márpedig, ha ránéztek a Musician Audio által ebbe az eszközbe tervezett ellenállás létrára, akkor szerintem az avatatlan szemnek is feltűnik, hogy mi az, ami miatt egy ilyen dak sokkal drágább egy Delta Sigma chippel szerelt társánál. De a kérdés ennek ellenére adott, hogyan viszonyul a hangja egy belépő kategóriás ellenállás létrás DAC-nak egy decens módon megépített Delta Sigma DAC chippel szerelt DAC-hoz képest. Nos, ez ki fog derülni hamarosan. A Musician Audio Draco dakját a MuSix biztosította a számomra, mégpedig tartós tesztelésre, amit ezúton is köszönök nekik, hiszen így volt időm alaposan kivesézni a terméket. A Musician Audio egy viszonylag fiatal cég 2020-ban alapította egy elkötelezett csapat, akik a kutatás és fejlesztés területen több mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek. A cég elsősorban az R2R diszkrét ellenállás létrás szimmetrikus dakokra, a szimmetrikus fejhallgató erősítőkre, valamint a szimmetrikus felépítésű erősítőkre és előerősítőkre fókuszál, de emellett fejhallgatókat, passzív hangsugárzókat és egyéb audiotermékeket is gyártanak. A vállalat vezetéséről és a megalapításának a körülményeiről őszintén szóval nem sok információt lehet találni az interneten, de közvetve vagy közvetlenül köze lehet az utóbbi idők egyik üstököséhez, a Denafripshez, már ami az R2R dakok újabb generációját illeti. Nem is lehetne elvitatni a hasonlóságot a két cég között. Na de miért is olyan nagy truváj ez az ellenállás létrás DAC? A ma elterjedt Delta Sigma digitális analóg átalakítóknál az eredeti PCM digitális ellen egy csomó átalakítást kell végeznünk, amire az analóg hang a DAC kimenetén megjelenik. Először is egy interpolációs szűrőbe kerülnek az eredeti bitek, majd ezután az úgynevezett Sigma Delta modulátor egybites digitális jelfolyamot csinál belőle, ami egy egybites digitális analóg átalakítóba kerül végül, az ennek a fokozatnak a kimenetén megjelenő analóg jelünket egy alulátereztő szűrőn is át kell engednünk. Könnyen belátható, hogy egy ilyen DAC esetén a bit perfektség, hát maximum a DAC bemeneteig biztosítható. A Delta Sigma DAC-kal ellentétben az R2R ellenállás létrás DAC semmilyen hasonló átalakítást nem végez a bemenő digitális jelen. Azzal, hogy a digitális jelünk bitjeinek megfelelően az ellenállás létránk különböző pontjaira tápfeszültséget kapcsolunk, a bitek által reprezentált eredeti analóg feszültségértékeket kapjuk vissza az ellenállás létránk kimenetén, hiszen az ellenállás létránk feszültségosztóként viselkedik. Ez a megoldás elméletben viszonylag egyszerű és mérnöki szempontból igazán elegáns és organikus, hiszen a létránk megépítéséhez csak két különböző értékű ellenállásra van szükségünk, habár a valóságban jól megcsinálni már nem annyira egyszerű. Ahhoz ugyanis, hogy az eredeti analóg jel feszültségértékeit pontosan visszakapjuk, nagyon precíz értékkel rendelkező ellenállásokra van szükségünk, tehát nem lehet mondjuk az egyik ellenállás 49 kiloohm, a másik ellenállás meg 51 kiloohm a kívánt 50 kiloohm helyett. És ez az egyik dolog, ami igazán drágává teszi ezeket a dakokat, hiszen nem csak sokkal több alkatrész kell hozzá, ami már önmagában is növeli a gyártás költségeit egy Delta Sigma dakhoz képest, de azoknak
elképesztően kicsi tűréssel kell rendelkezniük. Ha ezek az ellenállás értékek nem elég precízek, akkor a kimenő analógiás sem lesz az. Ennek megfelelően a Drákóba épített 20.000 ohmos ellenállások tűrése 5.000%, tehát mindössze plusz-minusz 1 ohm eltérés a megengedett. A Drákó a legolcsóbb tagja a Musician Audio R2R ellenálláslétrás DAC szériájának. Ennek megfelelően csak az előlap készült anodizált alumíniumból CNC megmunkálással, a ház többi része vastag préselt lemez. A széria többi tagjával ellentétben a Drákó csak fekete színben érhető el. Az előlapon csupán 3 gombot találunk. A baloldali val a bemeneti forrást választhatjuk ki, a középsővel kibekapcsolhatjuk a DAC-ot, míg a jobb szélsővel a túlmintavételezést tudjuk ki és bekapcsolni. Nincs a DAC-on kijelző, ezért a funkciók visszajelzését piros ledekkel oldották meg, amelyek az előlapba fúrt lyukakon keresztül szolidan derengenek át. Aki nem szereti a nagy fényerejű kijelzőket, az nagyra fogja értékelni ezt a fajta visszafogottságot, viszont aki inkább azt preferálja, hogy több méterről is pontosan követhető legyen, hogy mi történik éppen a DAC-unkon, annak ez nem feltétlenül fog tetszeni. Ahhoz, hogy a DAC-ot kibe tudjuk kapcsolni, vagy forrást tudjunk rajta váltani, amúgy is fel kell majd kelnünk a fotelből, mert az eszköz nem távirányítható. A hátlapon megkapjuk a teljesen szimmetrikus XLR és a single-ended RCA kimeneteket, egy I4Z-S bemenetet, amely szabvány HDMI ajzatot használ, emellett a digitális, koaxiális és optikai bemeneteket, egy szimmetrikus AS-EBU digitális bemenetet, végül pedig egy szabvány USB-B ajzatot. A sort a főkapcsoló és az IEC táp bemenet zárja. Az I4Z-S bemenet lábkiosztása az előlapon található gombokkal szabadon konfigurálható. Összesen 8 profil közül választhatunk ilyen módon, amelyek közül remélhetőleg egy kompatibilis lesz a forráseszközünk I4Z-S kimenetével. Ha valami miatt ez mégsem működne, akkor be kell szereznünk vagy építenünk el egy speciális HDMI kábelt, amely a megfelelő lábkiosztással illeszti a forráseszközünk I4Z-S kimenetét a Drákó I4Z-S bemenetéhez. Ahogy a bevezetőben is említettem, a Drákó belső felépítése igazi mérnöki művészeti alkotás. A Musician Audio drágább DAC-jához képest azért itt nyomon követhető, hogy hol spóroltak, mert például a tápegység nagyfeszültségű oldaláról eltűnt az MI-RFI szűrő áramkör, és az alacsony feszültségű oldalon sem annyira impresszív a feszültség stabilizálás és a szűrés, mint a drágább modelleken. Ettől függetlenül továbbra is mély benyomást tesz a DAC mindössze 6 watt körüli energiaigényét kiszolgálni hivatott, és ennek ellenére meglehetősen túlméretezett toroid trafós lineáris tápegység, valamint az így is tiszteletet parancsoló puffer kondenzátor erdő. A rendszerben található elektrolit kondenzátorok zömében Shanwha, United Chemicon és Jinghai gyártmányok, de találhatunk egy-két Elna Elkót is. Ez engem személy szerint nem nyűgözött le, valószínűleg ez csak az én felesleges hisztim, és minőségi szempontból teljesen rendben vannak ezek a cuccok is. Én azért ebben az árkategóriában már inkább szívesen látnék az Elna Kondik mellett Nichikonokat, Rubikonokat, esetleg Panasonicokat, még akkor is, ha a költségek növelésén kívül valószínűleg semmilyen valós előnnyel nem járna a használatuk. Van azért egy-két furcsa megoldás is, mint például a felületszerelt kondenzátorokra utólag kézzel ráforrasztott furatszerelt kondik. Nem tudom, hogy ez tervezett dolog volt-e, vagy éppen a sorozatgyártás során felmerült problémát olvasoltak ezzel a megoldással. Minden esetre, bár ez műszaki szempontból okésnak tűnik, de esztétikai szempontból nem egy szép részlet. Viszont dicséretes, hogy a Musician Audio nem egy polcról levett mondjuk XMOS processzorra bízta a digitális adatok feldolgozását, hanem egy Altera Cyclone 4-es típusú FPGA-t programoztak fel a funkció ellátására, valamint az egész rendszert egy STM32F446 típusú mikrokontroller fogja össze. Na és persze itt van a lényeg, a művészeti szintre emelt ellenállás hálózat, ami hát igen jól néz ki, szinte már pornográfia a mérnöki szemnek.
A DAC minden funkciója és bemenete tökéletesen működik. Kimeneti jelszintje viszonylag alacsony. Az RCL kimeneteken 1,4 volt, míg az XLR kimeneteken csak 2,8 volt. Sőt, a feszültségi értékek aszerint is változnak, hogy PCM vagy DSD forrást hallgatunk el. Ha ezt a DAC-ot bármivel hitelt érdemlően összeszeretnétek hasonlítani, akkor kiemelten fontos a precíz hangerőegyeztetés, különben rossz következtetéseket fogtok levonni a hangját illetően. Nekem sajnos nem volt lehetőségem az XLR kimeneteket kipróbálni, de gyanítom, hogy a legjobb hangminőséget a szimmetrikus XLR kimeneten lehet elérni, legalábbis a jelzaj viszony sokkal jobb, a torzítás pedig sokkal kisebb lesz, ha ezt a kimenetet használjuk. Na nem, mint hogyha a single-ended RCL kimeneteken bármilyen szégyenkeznie valója lenne ennek a DAC-nak, viszont én a meghallgatás során kizárólag az RCA kimenetet használtam, tehát a most következő szubjektív véleményemet ennek megfelelően súlyozzátok. A DAC a gyártó ajánlása alapján legalább 300 óra használat után éri el a végleges hangját, tehát ez volt az egyik oka annak, hogy az ilyen sokáig nálam lehetett, hiszen teljes képet csak a bejáratás után kaphattam erről az eszközről. Az összehasonlításhoz az SMSL DO200-as DAC-ját használtam, ami szerintem a Delta Sigma DAC-ok közül az egyik legjobb ajánlat ma a piacon. Az SMSL DO200 ára olyan 150 ezer forint körül alakul, míg a Drákót a Musics-nál 314 ezer forintért lehet megkaparintani, tehát pontosan kétszer annyiba kerül. A Dráko a DO200-ashoz képest a mély tartományban viszonylag melegebb, lágyabb, de visszafogottabb is. A középtartomány tekintetében nincs a különbség a kettő között, viszont a Drákónak sokkal jobban ment a színpad mélységének az érzékeltetése, míg a DO200 hozzá képest inkább egy vonalba rakta a zenészeket. Lényeges különbség van viszont a magas tartomány tekintetében. A Dráko határozottabban visszahúzza és ellágyítja a magas tartományt, valamint viszonylag szégyenlősen prezentálja azt, amíg a DO200-as ügyesen egyensúlyoz az éppen elég és a most már sok határán. Ez még szembetűnőbb, ha DSD forrással hajtjuk meg a két DAC-ot. A Dráko olyan szinten visszahúzta a magas hangok mennyiségét, ami számomra szinte élvezhetetlenné tette a hallgatását, nem úgy az SMSL DO200-as, ahol nincs lényeges különbség a hangzás tekintetében egy PCM és egy DSD forrás között. Ez valószínűleg valami ellenálláslétrás DAC sajátosság lehet, mert a Denafrips Aries 2 esetén is sok tesztelő számolt be hasonló tapasztalatról, szóval lehet, hogy ez inkább a DAC topológiájával függ össze, és nem a tervezés vagy a megépítés minőségével. Kipróbáltam a DAC-ot túl mintavételezéssel és anélkül is, de őszintén szóval semmi különbséget nem hallottam a két mód között, függetlenül attól, hogy CD minőségű vagy nagy felbontású forrással hajtottam-e meg azt. Egyébként arra is gyanakodtam, hogy talán az itthoni rendszerem nem eléggé szofisztikált ehhez a DAC-hoz, ezért megkerestem Gedeont, hogy esetleg beengedne egy órára a demoszobájába, hogy valami combosabb cuccot alápakoljunk ezek alá a DAC-ok alá, és így tovább elemezhessem azokat. A meghallgatás során az Audio Solutions Figaro B hangsugárzóit és a Norma Audio Revo IPA 140-es integrált erősítőjét használtam. Ehhez jött hozzá a komplett ViaBlue kábelezés és a Supra kékszínű kábelei az USB kapcsolathoz. Szóval bőven 3 millió forint felett járunk, plusz ugye a kezelt szoba akusztika. Érdekes az, hogy a két DAC közötti távolság igazából nem változott, az a bizonyos olló nem nyílt nagyobbra, tehát amennyivel jobb lett a Dráko ezen a rendszeren, annyit rá tudott pakolni az a DO200-as képességeire is, és az alapvető különbség nem változott a két DAC között. Ebből is látszik, hogy bár a teljes potenciál kinyeréséhez igenis kellenek a jó körülmények és eszközök, de egy rendesen kivitelezett AB teszttel azért egy szerényebb rendszeren is rá lehet mutatni az alapvető különbségekre. Nagyon tanulságos volt a dolog, és nagyon köszönöm Gedeonnak a lehetőséget. Érdekes viszont, hogy az ismeretségi körömből, akivel csak megcsináltam ezt a vaktesztet, az mind egyértelműen rá tudott mutatni az egyikre vagy a másikra, hogy neki ez tetszik vagy azt tetszik, tehát a Dráko mindenképpen egy egyéniség. A DSD lejátszás hangját és az ehhez kapcsolódó rollofolt magas tartományt viszont senki sem kedvelte a tesztalanyaim közül.
Szóval kinek ajánlom ezt a dakot? Bár lehet, hogy az ellenállás létrás dakok között a Dráko egy arcpirítóan olcsó darabnak számít, viszont ahhoz, hogy ebből az eszközből mindent ki tudjunk hozni, szükséges lesz alápakolni egy rendes rendszert, amelyen lehetőség szerint van szimmetrikus XLR bemenet a dakunk számára. Ennek a daknak nincs olyan vibráló és izgága karaktere, mint egy hagyományos Delta Sigma daknak, ezért nagyon számít, hogy elsősorban milyen stílusú zenét hallgatunk rajta. Modern pop, rock vagy elektronikus zenékre szerintem a DO200-as sokkal élvezetesebb eredményt nyújt, még akkor is, ha valószínűleg papíron a Dráko sokkal lineárisabb. Jazz vagy klasszikus zenére viszont már érdemes számításba venni a Drákót. Ellenben aki elsősorban DSD-t szeretne hallgatni a Drákon keresztül, annak szerintem az agresszív magas hang levágása miatt a DSD források lejátszása közben nagyon nem fog tetszeni. A hifiben nincsenek csodák, és dupla árért soha nincs dupla nyereség. Egy olyan szintű dakról, mint a DO200-as szerintem nem éri meg a váltás, hiszen valós idejű összehasonlítás nélkül nehéz lett volna rámutatni az egyértelmű differenciákra, és azért nincsenek arcba vágó különbségek a két eszköz között. Aki meg igazán látványos és katartikus dolgokra vágyik, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, és inkább a Musician Audio magasabban pozícionált termékei felé kell fordulnia. Aki viszont most épít rendszert, vagy a jelenlegi rendszere túlságosan a magas hangok felé húz, annak a Drákót mindenképpen érdemes felvennie a listájára. A termék előzetes online időpontfoglalás után meghallgatható a Musix bemutató termében, és a vásárlást megelőzően javaslom is, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget. Még egyszer köszönöm a Musixnak, hogy kivesészhettem ezt a műszaki különlegességet. Nektek pedig, ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!